énekeljük Isten dicsőségére, kezdő énekként fennállva 159. énekünk első versét. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk.
Atyaság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, mondjuk el együtt az egyetemes keresztjén anyaszentegyházi vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogadhaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemettették. Száll alá poklókra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan nézzen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekbe, hiszek egy közönséges, keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassátok meg testvéreik Isten szent ígéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 5. részének 1-11-ig terjedő verseiben. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 5. részének első 11 versét figyelemmel is ülve hallgassátok meg. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nevez. A békességes tűrés pedig próbatétel, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Lélek által adott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek halál, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghal. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő által. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenbe, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. A kegyelem Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk. Bizony, vajon ki volna az emberek között, aki akár csak valami hasonlót tenne embertársaiért, mint amit te tettél, teremtő mennyi édesatyám, mi érettünk bűnösökért? Ki az, aki felvállalná, hogy a gonoszokért halljon meg, mutasson be áldozatot saját élete árán? Ki az, aki feladná maga életét azért, hogy talán az a másik az ő gonosz útjáról megtérjen? És éppen azért küldte egyszülött fiadat erre a világra, hogy a gonosz jóra fordulhasson, hogy ne legyen a bűn zsoldja a halál, hogy ne rettegésben kelljen az ember az életét élje, és ne a kilátástalanság
osztály része, hanem mindannyiunkat az a jó reménység tölthesse el, hogy megnyitott számunkra a mennyeknek országa, hogy amit mi a magunk erejéből, magunk akaratából, tehetségéből nem tudunk véghez vinni, azt te kipótolod, sőt, mielőtt mi lettünk volna már kipótoltak, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tudjuk, Urunk, hogy egész életünkkel, ha szüntelen imádsággal, háladással töltenénk is, nem tudnánk elégett hálát adni, nem tudnánk jóvá tenni, valahogy kipótolni azt, amit érettünk véghez vittél. És azt is tudjuk, Urunk, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy az egész életünk háladás lenne, sőt, napról napra növeljük tartozásunkat te felé. És innen te mégis gyermekétként kezelsz bennünket, magadhoz hívsz és ölelsz minket, ahogy teszed most, ez Isten tiszteleti órában is. Köszönjük, Urunk, a hívást, a megszólítást, és hadd kérjük azt, hogy ez az óra váljon valamennyiünknek üdvére. Tanuljunk, épüljünk, erősödjünk mindazáltal, amit számunkra most készítettél. Áld és szenteld meg együtt létünket, a mi Urunk Jézus Krisztus érdeményét kérünk. Amen. A 159. énekünknek a harmadik versét énekeljük. Áld meg, Úristen, a te népedet! Gondolkoztatok-e már azon, kedves testvéreim, hogy mennyire érzed,
érzitek ti magatokat otthon, az Anya Szentek házban? Mennyire érzitek sajátoknak, sajátotoknak az egyházat? És most nem arra gondolok, hogy ebben a templomban az a pad, amiben ültök, az mennyire a tiétek, mennyire vagytok tudatában annak például, hogy hanyadik generációként foglaltok helyet ezekben a templompadokban, vagy hogy amikor körülnéztek például, és akár megtörténik, hogy egy pókhálót megláttok, vagy egy porszemet megláttok, vagy egy sárdarabot megláttok, vagy éppen olyan az idő, akkor mennyire érzitek azt, hogy hát azt mondom, el kéne tüntetni, mert még sincs helye, mint ahogy a saját otthonában az ember, amikor körülnéz és meglát valami oda nem illőt, akkor érzi, hogy azt el kell távolítani. A kérdés arról szól, hogy ebben a református egyházban, a református vallásban, ahogyan mi azt megvalljuk, ahogy elmondtuk az előbb is a hiszekeikben, amit mindannyian kívülről tudunk, azért ezt feltételezem, hogy a jelenlétünk mindegyiket tudja a hiszekeiket, meg még a Heidelbergi tátékból is biztos, hogy vannak olyan kérdések, válaszok, amik akár szó szerint megmaradtak bennetek, hogy ezt mind mennyire érzitek a magatokénak. Ha valaki megkérdez benneteket, hogy kik vagytok, ha egy idegenben találkoztok, és azt kérdezi, hogy kik vagytok, természetes módon először nyilván elmondjátok, elmondjuk a nevünket. Talán hozzátesszük azt is, hogy is honnan valók vagyunk, honnan származunk. De ott legalább másodiknak, harmadiknak, mennyire érzitek fontosnak azt is elmondani, hogy is református vagy. Vagy úgy, hogy is keresztény vagyok. Vagy úgy, hogy is magyar református vagyok, vagy magyar keresztény vagyok. Ugye az önazonosságunkhoz, az öntudatunkhoz hozzátartozik, szerintem ez a három meghatározó alappillére a család, ahonnan jövök, tehát a vérségi vonal, mondjam így, ahonnan származom, a nyelv, tehát a nemzetség, amelyikhez tartozom, és a vallás, tehát az a szeretett közösség, amelyiknek a tagja vagyok. Na akkor kérdezem úgy, hogy mennyire tudjuk szeretett közösségként értékelni a mi saját gyülekezetünket, azt a közösséget, amelynek a tagja vagyok. Ha most körülnézünk itt a templomban és egymással pillantunk, akkor ki tudjuk azt mondani, hogy szeretett közösségben vagyunk jelen? Fel tudjuk azt vállalni, hogy mi minden jelenlévő taggal szeretett közösségben vagyunk? A szeretett közösség azt jelenti, hogy ha vannak is bizonyos fenntartásaim a másik illetővel szemben, hajlandó vagyok azokat félretenni azért, hogy a szeretet tudjon megnyilvánulni. Nem azt jelenti a szeretet közösség, hogy én feltétel nélkül elfogadom a másik embert, nem értek el, hogy ő kicsoda és micsoda, honnan jött, hová megy, én feltétel nélkül szeretem. Azt jelenti, hogy a feltételeimet vagyok hajlandó félretenni. Hajlandó vagyok a szeretet jegyében akár megbocsátani, vagy a szeretet jegyében megkérni azt a másik embert, az is belefér, sőt, benne kell legyen, megkérni azt a másik embert, hogyha valami olyan tett vagy tenni akar, ami szerintem nem megfelelő, mondja meg a véleményem. A jelenlegi világ úgy működik, hogy azt mondja, nekünk mindent tudni kell elfogadni. A tolerancia, az elfogadás lett a jelszó mindenek felett, hogy mindent tűrni, mindent elfogadni, sőt, végülis mindent szeretni kell. Nem számít, hogy az mennyire kártékony, azon ponton el kell fogadni a másik ember. Nem tanít
Én sehonnan nem tudom kiolvasni azt, hogy azt mondta volna Jézus Krisztus, hogy bárki legyen is az a másik, bármit kövessen el, nekünk kell elfogadni. Illetve van egy feltétele, mert tényleg meg kell tudni bocsátani, és tényleg el kell fogadni azt a másikat, ha egy, megbánta a bűnét, és kettő, bocsánatot kért a bűnére. Ez a két feltétel kell teljesüljön, és akkor valóban meg kell bocsátani, akkor nem lehet azt mondani, hogy én pedig nem vállalok közösséget azzal a másikkal. De a bűnbánatnak és a bocsánat kérésnek ott kell lenni, és nyilván szinte hozzá sem kell tegyen, hogy őszinte kell legyen mind a kettő. Mert a hamisságnak semmi keresni valója nincsen az Istennel való közösségben. Na mindezek után, vagy ezután a felvezető után, akkor figyeljünk oda arra, amit itt az apostol, mégpedig Péter apostol mond el nekünk, az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe. Egy védő beszédet mond, vagy beszédet mond, egy olyan közegben, amely még egyáltalán nem barátságos velük szemben, ennek a fejezetnek a címét hadd olvassam fel, Péter Jánossal a templomba felmenvén Sándát meggyógyítja, e csodára összefutott népnek az ívesség titkait megjelenti, vádolva hálátlanságokat is kívánva tőlük a bűnbánatot. Tehát a zsidóknak beszél Péter, azoknak a zsidóknak, akik még csak néhány nappal azelőtt kiáltottak feszítsd meget a megváltóra, és csúfolták, és szidalmazták a világ megváltóját, és nézték végig, ahogy megfeszítették az Úr Jézus Krisztus, de az eltelt néhány napban nem csak feltámadt az Úr Jézus Krisztus, és nem csak megjelent a tanítványoknak, gondoskodott arról, hogy Isten szent lelke erőt adjon a tanítványoknak arra, hogy a félelmeiket félretegyék, és vállalják nyíltan mindenki előtt a Krisztushoz való tartozásukat. Tehát mire képes Péter, János, mire képesek az apostolok? Felmennek a jeruzsálemi templomba, beteget gyógyítanak, majd pedig, amikor összes seregbenek a zsidók, akik egyértelműen ellenségesek voltak velük szemben, előttük bizonyságot tesznek az Úr Jézus Krisztusról. Nem is akármilyen módon, hiszen ebben a bizonyság tételben visszamegy Péter egészen Mózesig. Mózes tartják a zsidók az első nagy prófétáiknak. Mózes az, aki kihozta ugye az egyiptomi rabszolgaságból, a fogságból a népet, és gyakorlatilag onnan kezdődik a zsidó népnek a nemzeti volta, a nép volta, hiszen akik az ősatyák korával számolunk, az egyiptomi fogság idejével számolunk, innentől nyer hazát ez a nép, innentől működik népként. Tehát aki itt volt az elmúlt két folyamán, az ima heti alkalmakon azért az kapott ízelítőt belőle, hogy nem mindig működött az újszövetségi nép, úgy, mint Isten választott népe. Nagyon-nagyon rövid ideig tartott a történelemben az a dicsőséges korszak, amit két nagy nép, Dávid és Salamon neve fényjelez az egyesített királyságnak, akkor, hiszen szétszakadt az ország, ez egy másik kérdéstől. Tehát Mózesre utal vissza Péter, és azt mondja, hogy hát Mózes megmondta nektek, hogy fog jönni egy másik próféka, a tiétek közül való lesz, és őt hallgassátok. És aki nem hallgatja őt, mondja Péter, az kiírta ki
az övéi közül. És itt van ez a mondat, ami nem lehet túlvinni, nem lehet hallatlanná tenni, és nem lehet azt mondani, hogy hát ez biztos csak úgy véletlenül került be ide a Szentírásba, és nincs különösebb jelentősége. Hiszen pedig, hogy minden lélek valamely nem hallgat arra a profitára, ki fog írtatni a nép közül. Komolyan veszünk ezt a kijelentést? Komolyan tudjuk venni azt, hogy az Úristennek gondja van az ő népére, az ő anyaszentek házára? Komolyan tudjuk venni azt, hogy ha már az Úristen elküldte ezt az ő egyszülött fiát a világra, és azért küldte el, hogy ő meghalljon értünk, akkor az Úristen nem fogja hagyni, hogy az ateisták, az Isten tagadók, az Isten kárulók uralkodjanak a világban. Komolyan veszük azt, hogy az az egyház, amelyiknek mi a tagjai vagyunk, az a mi Úr Jézus Krisztusnak a földi teste. Hogy ennek a földi testnek hivatása és küldetése van ezen a világon, és ezt a hivatás küldetés nem másnak, hanem nekünk magunknak kell ellátni. Ha valaki engem kérdez, én azt mondom, hogy valami megmagyarázhatatlan módon, bár persze, hogy meg lehet magyarázni, de mégsem lehet megmagyarázni, az első emberpártól kezdve, mintha valami idegenség, idegen érzés lenne az emberben Isten iránt. Ez az idegen érzés ott kezdődik, amikor az első ember, akit Isten teremtett, saját kezével formált, oda helyezett az Isten kertjébe, elmondta az első embernek, hogyan éljen, mi a dolga az Isten kertjében, a kígyó szavára szembe fordul Istennel. Számodra felfoghatatlan mai napon, sok-sok égi lelkészi szolgálat után és akárhány igehirdetés után, felfoghatatlan számomra, hogy történhetett az meg, hogy jön egy kígyó, egyezünk meg, hogy se nem kívánatos, se nem szép, se nem okos, tehát nem tudunk mit mondani, hogy jött egy jó képű kígyó és elcsábította Ádámot meg Évát. Vagy hogy legalább Ádámnak tetszett, vagy Évának tetszett. Tehát mi volt az, ami rávette Ádámot és Évát, hogy szembe szálljon Istennel? Az, hogy megmagyarázhatatlan módon mondom én most, egy idegen érzés van és volt az emberben. Valahogy kívülállónak érezzük magunkat. A zsidók, akiket Ábrahámtól kezdve elhívott az Úristen, elhívta Ábrahámot külön, megszólította Izsákot, megszólította Jákobot, megszólította Józsefet, megszólította Mózest és a többiek. Ha végig olvasunk a prófétáknak az elhívását, a sorsát, megint csak utalok az imahékre, elhangzott ott is, hogy Mózestől kezdve, amikor az Úristen elhívja a prófétáit, kivétel nélkül tiltakoznak, ők nem akarnak prófétát lenni. Ők nem vállalják, a kifogást keresik a prófétaság ellen. Tehát miért? Miért nem érzik megtisztelni is? Páratlan lehetőségnek, feladatnak, még akkor is, hogyha esetleg tudja, hogy nem könnyű sors a proféták. Hát én próbálom elképzelni azt, hogy és akkor az Úr Jézus Krisztus mielőtt lejött erre a világra, odaállt az Atya Isten elé, és azt mondta, hogy biztos, hogy ezt most nekem mindig el csinálni. Biztos, hogy engem le akarsz küldeni a földre, biztos, hogy nekem emberi testbe kell öltözni és meg kell halni. Nonsense, értelmetlen elképzelni is, mert egyszerűen nincs olyan, hogy az Úr Jézus Krisztus van felmerült volna akár a fotóra. Ő
vállalta, ő tudta, jó előre nem volt kérdés. Csak bennünk emberekben volt a kérdés. És ha tovább lépünk a zsidó néptől, az Ószövetségi néptől, ne menjünk máshoz, itt vagyunk mi magyarok. Hát tudjuk, hogy az elején úgymond pogányok voltak, hogy mit jelentett az a pogányság, másik kérdés, mert lehetne arról hosszan beszélni, hogy kik voltak, hogy milyen vallást követtek. De mondjuk azt, hogy a, nyilván nem ezt a fajta kereszténységet élték meg, amit mi élünk. Hát persze mondjuk, hogy mind a mai napig jelen van a kultúránkban, a gondolkodásunkban, a beszédünkben, jelen vannak egészen ősi vonások, a pogányságból örökölt vonások, amiknek semmi köze nincs a kereszténységhez. Ezt mind megtartottuk, mai napig hordozzuk. De ott van óhagatlanul bennünk az idegenség érzése. Mi felvettük, mondják Szent István király korában, felvettük a kereszténységet. Azután ugye jött a nagy törés, amikor felvettük a reformációt több mint 500 évvel ezelőtt. Persze, hogy van bennünk egy idegenség érzés, egy kicsit kívülről nézzük a kereszténységet. Mert egy kicsit az a bennünk lévő eredendő bűn, az igyekszik távol tartani bennünket. Harcolunk ellen? Le tudjuk győzni ezt az érzést? Oda tudjuk adni magunkat, oda tudjuk szállni magunkat egészen a bűnünk Istenünkbe? Ez nem egy olyan kérdés, amire itt és most azt tudjuk mondani, hogy igen, és akkor innentől kezdve sinem vagyunk, egyenes úton vagyunk a mennyország irányába. Ez egy olyan kérdés, amire naponta többször, sokszor kell választanunk. És egyáltalán nem garantált az, hogy mindig jó választani. Mert egyetlen pillanatra az érdekünk azt kívánja, ha egyetlen pillanatra a kísértés elfog bennünket, már biztos, hogy rossz választ fogunk adni. Ahogy egyetlen pillanatra a tekintetünket is elrendeltük, ahogy a figyelmünket elfordítottuk, ahogy hagytuk, hogy a mindenkori kígyó megszólítson bennünket, abban a pillanatban már megtagadtuk az Istennel való közösséget. Gondoljuk bele, hogy akkor mennyi esélyünk marad. Nekünk, mint egyénnek, nekünk, mint népnek a túlélésre. Mennyi esélyünk marad arra, hogy Isten áldásait fogadjuk és elnyerjük. Várjuk, kérjük, óhajtjuk, de mennyit teszünk azért, hogy el is nyerjük. Mert az, hogy én elmondom, hogy mit szeretem, és közben pedig utálatosságokat követek el, próbáljuk meg elképzelni azt, hogy a gyermekünk reggeltől estig csúfol, átkoz bennünket, vagy felénk sem néz, mondjuk a idézőjelben a jobbik eset, és akkor beírja a kívánság listát, hogy mit szeretne karácsonyra kapni. Mennyire vesszük komolyan? Mennyire gondoljuk azt, hogy nekünk kötelességünk van vele szemben, vagy akkor mi hogy gondoljuk azt, hogy az Úristennek teljesítenie kell a mi kéréseinket, óhajainkat, holott mi nap mint nap megtagadjuk őt, vagy éppen káromoljuk őt, vagy bármi más módon védkezünk ellen és védkezünk embertársaink ellen. Első profétától kezdve is mind a mai napig mindenki, aki Isten szolgálatában állt valaha ezen a világon, arra hív bennünket, hogy odafigyeljünk a mi Urunk Jézus Krisztusra. Az Isten az ő fiát, Jézus elsősorban nektek támasztotta, mondja Péter.
elküldte őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvé bűneitekről. Páratlan, egyedülálló lehetőséget nyitott meg nekünk, ami mennyei atyán. Ne rugdalózzunk ellene, ne csak kívülről kukucskáljunk be, hogy vajon milyen lehet az, amikor valaki már megszabadult a bűneitől, és milyen az, amikor valaki Isten szeretett közösségéhez tartozik. Adjuk oda, szálljuk oda magunkat egészen Istennek. Fogadjuk el azt, hogy nincs jobb hely a világon, semmit ebben a földi életben, és nyilván aztán abban a másikban végig nincsen, mint Isten közelében lenni. Amen. Istenünk, mennyi édesatyán, mi elvárjuk sok-sok ezer év után is, hogy te újra és újra bizonyítsd, hogy te vagy a teremtő, te vagy a gondviselő, a fenntartó, mintha nem bizonyítottad volna elégszer már, mintha tartozásod lenne külön-külön mindannyiunkkal szemben is. Főleg, mint ez a tartozás egy oldalú volna, mintha csak neked kellene bizonyítani. Nekünk semmi dolgunk nem lenne az elfogadáson kívül. Bizony nem gondoljuk végig azt, hogy mit veszíthetünk. Nem gondoljuk végig, hogy milyen következményekkel jár a tagadás, a magadság, a közöny, az elfordulás. Nem számolunk azzal, hogy milyen áldás helyett átkot választani, segítség helyett az akadályokkal küzdködni. Még nem értünk meg mindannak meglátására, befogadására, amit számunkra készítettél, és nem tudjuk, hogy mikor érjük el azt az érett állapotot, hogy a saját korunk, az öregség egy bizonyos szakasz, amikor már eléggé bölcsekké és befogadókká tudunk válni, vagy az ismereteink azok, amik segítenek megérteni, vagy az érzéseink, az érzelmeink visznek közelebb te hozzád, vagy valami ennek az egyenlege. És hogy lehet az, hogy az egyik ember megelégedéssel él ugyanolyan körülmények között, mint a másik, állandóan lázad és tiltakozik. Felette nagy titkok ezek, Urunk Istenünk. És a titkokkal szemben éppen úgy tehetetlenek és fegyvertelenek vagyunk, mint ahogy a bűnnel, a kísértéssel szemben, mert túl kicsit, túl gyengék, túl kevesek vagyunk ahhoz, hogy önmagunk erejéből szembeszálljunk. De vele, Urunk, minden lehetséges. Ezt is kijelentetted és megtanítottad nekünk, ha vállaljuk a veled való közösséget. Ha nem csak elfogadni akarunk, de tenni is akarunk az elfogadásért, akkor hegyeket mozdhatunk meg, akkor csodákat vihetünk véghez. És látod, Urunk, 2000 évvel a mi Urunk Jézus Krisztus után mi
szikláink, magasságaink, mélységeink keresztül, úgyhogy érezzük, hogy mi minden körülmények között te hozzád tartozunk. A tiéd vagyunk. Elhívtál, elköteleztél bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus által, és ezért mi hálás szívvel lehetünk irántad, és fogadhatjuk áldásaidat minden napon. Így áld meg bennünket, kicsitől fogva nagyi, és különösképpen az elesetteket, a próba alatt lévőket, a sírókat, a gyászolókat, az egyedülvalókat, de a betegeket, az özvegyeket, árvákat, szenvedőket, bármilyen próbatétel alatt lévőket, lássanak téged maguk mellett, érezzék a te erődet, hatalmadat, szeretetedet, hogy együtt egy akarattal dicsérjük és magasztaljunk téged, háromszor szent nevedbe, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden, ami kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentlélek megáldó és megszentelő ereje, legyen is maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hirdetem, kedves testvéreim, ma délbe, Isten tiszteletünk után négy alkalommal is megszólal a harang emlékezés képpen. Egymás után sorrendben emlékharang szól, néhai szodorai született Major Gizella halálának első évfordulóján fia, lánya és családjai kegyeletes megemlékezéséül. Ugyancsak emlékharang szól néhai Kovács Lajos halálának 20. évfordulóján gyermekei és családjai kegyeletes megemlékezéséül. Harmadjára néhai Borbi Dezső halálának 18. évfordulóján szól a harang, leányai és családjai kegyeletes megemlékezéséül. Végül pedig néhai Csekő született Bakó Emma halálának 4. évfordulóján szól a harang, családja kegyeletes megemlékezéséül. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Hirdetem ismét a gyülekezetnek, hogy ma az imaheti rendtartás szerint délután 6 órára hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait imaheti záró Isten tiszteletre, amikor is ígét hirdet Bara László, Esperes úr Diószegről érkezik, illetve ünnepi szolgálattal, koncerttel Szatmárdi Németiből jön a Joyful Gospel kórus. Különleges zenei élményben lesz része annak, akik lesz mindenkit szeretettel hívunk és várunk el, miután 6 órára. Záró énekként a 461. énekünket énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem.